Az Egri József középiskola két diákja történelmet írt 2016-ban. Az iskola történetében először jutott be két tanuló a szakmacsoportos versenyek országos döntőjébe, vendéglátásból, illetve környezetvédelemből. Az érintett diákokat kérdezzük. Kis Renáta vagyok, 12. A-osztályos tanuló, és vendéglátás idegenforgalom szakmacsoportból jutottam be erre a versenyre. Én Erős Balázs vagyok, 13 A-osztályos tanuló, és környezetvédelem vízgazdálkodás szakmacsoportból jutottam be. Milyen különleges felkészülést igényel tőletek ez a verseny? Mindenképp plusz munkát és felkészülést igényelt ez a verseny. Délutánonként több időt is fordítottam erre, külön készülést igényelt. Csaba bácsival készültünk fel. Gyakoroltuk az írásbeli részét is, írásbeli feladatokat oldottunk meg, illetve a szóbelire is gyakoroltunk. Részemről azt hiszem azt fontos elmondani, hogy először is a rendes orrendi tanórákon is fontos volt teljesíteni és figyelni, és egy alapszintre eljutni tudásban, és ezután muszáj volt természetesen plusz munkát vállalni. Először is többen is jelentkeztünk erre a emelt szintű környezetvédelmi gazdálkodás felkészítőre, tehát egy emelt szintű érettségére felkészítő orrarendi órára. Erre eljártunk, azt hiszem, hogy ez talán most a harmadik éve, és miután beneveztünk a versenyre, és kiderült, hogy eljutottunk a döntőbe, heti 6-7 órát pluszban Wolf Andrea tanárnővel készültünk, és ezen kívül természetesen még a szabadidőből is plusz hozzáolvasások, és igen, rengeteg plusz munka. Ez a nagyszerű eredmény, hogy 30 legjobb közé kerültetek. Ez milyen inspirációkat nyújt nektek a továbbtanulás szempontjából? Ez mindenképp nagyon jó jel szerintem, hogy bekerültünk az országos 30-ba. Motivál arra, hogy további eredményeket érjünk el, és hát részben én hasonló területre szeretnék elhelyezkedni, mert egy gazdaságtudományi szakra jelentkeztem. Szerintem is nagyon sokat számít, ugye először is a felvételi pontokban is sokat dob az emberen, és én Szegedre szeretnék bejutni a biológia szakra elsősorban, és igen, elég motiváló tud lenni az, hogy az ember az országban a 30 legjobb közé tud kerülni. Azt hiszem, hogy az azt jelenti, hogy képes felhalmozni egy olyan tudást, amivel talán a jövőben is könnyedén érvényesül majd az életben. Mindketten ballagás előtt álltok. Mit gondoltok, hogy az, amit itt kaptatok, ez feljogosít, amit az Egriben kaptatok, feljogosít benneteket arra, hogy majd az életben elinduljatok, megfelelő útra lépjetek? Igen, szerintem mindenképpen. Tanáraink nagyon sokat segítettek az útválasztásban is, és megtanulhattuk, hogy melyek a számunkra fontosabb területek, amelyekre több időt szánunk, és hát kitapasztaltuk, hogy melyik számunkra ami érdekes. Igen, nagyon fontos, hogy a szakmacsoporttal együtt ugye gyakorlatot is végeztünk, és megismertünk orientációs tantárgyak keretében ugye informatikát, környezetvédelmet és vendéglátást, és ezek közül tudtunk választani, és ugye ennek az iskolának azt hiszem a legnagyobb előnye a családias légkör, és személy szerint nagyon sokat köszönhetek a tanáraimnak, tehát igazgatták az utamat, hogy így fogalmazzak, végignézték, hogy felnőttünk, és rengeteg plusz munkát vállaltak értünk, és igen, hogyha nagyon-nagyon szigorú akarok lenni magamhoz, akkor csak is kizáról nekik köszönhetem, hogy megint nagyobb terveim lettek. Köszönjük szépen!